számtalan szép emlék, elég ha csak az angoloknak vagy a románoknak lőtt gólomra gondolok, de nagyon sokan nem tudják, hogy annak idején, amikor először a labdarúgásba megjelentek a tudományok, és megjelent például először az atlétika is az edzések között, akkor Simon Balla István, a Ferencváros első atléta edzőjével rendszeresen jártunk ide ki a akkori Népstadionba még, és a Népstadion lépcsőin voltak az atléta edzések, a Szoborparkba futottuk a 100 métereket, úgyhogy rendszeresen jártunk ki vele ide edzeni. Úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy voltak nagyon kellemes emlékek, és voltak izzasztó emlékek is. Hát én úgy érzem, hogy erre számíthatunk majd a októberi rendezvényen. Nyilván ez kihívásokat jelent. Ahogy említettem, itt a lépcsőzések okán már van tapasztalatom abban, hogy milyen nagyon sok lépcsőt felfele futni, és milyen nehézségekkel jár mindez együtt, és mekkora kihívást jelent ez mindazoknak, akik elindulnak, mert a Népstadion nyitott volt, jóval távolabb voltak a lelátók a pályától, és annak is egy fantasztikus hangulata volt, de ide belépve ez a nyomasztó érzés, hogy ennyire közel van a pályához a lelátó, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokaknak lesz kiemelkedő élmény, hiszen nem hiszem, hogy én vagyok az egyetlen az indulók közül, akik mondjuk majd először látják a stadion belülről.